Két hét kihagyás után szombaton ismét bajnoki meccset játszik a Kozár Michelin SE NB1-B-s női kézilabda csapata. A győzelem még a kötelezőbbnél is kötelezőbb, hiszen a tabella sereghajtója a Csurgó látogat Michelinbe hétvégén. Ahogy mondani szokták, ez egy ilyen országos egyes, de nem szabad a saját munkat elaltok még becsapni, hiszen ez a csapat most egy gólos vereséggel indította a tavaszt a Rinya Mentikációval, illetve egy gólos vereségre van a Marcelival szembe. Tehát az erők is jönnek fölfelé. Viszont ugye össze mi 10 gólat tudtunk nyerni Csurgon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanazzal a játékos állománnyal találkozva nekünk hazai pályán kötelező a győzelem. Legutóbb Győrben léptetek pályára, és bár kikaptatok 3 góllal, de azért közel voltatok a bravúrhoz. Mit sikerült ebből a mérkőzésből leszűrni? Hát leginkább arról beszéltük a lányokkal, hogy a kiélezett mérkőzéseknek a kulcskérdése az, hogy a koncentráció ennyire maradt fent, és arról beszéltünk a lányokkal, hogy az edzéseken is nagyobb koncentrációra van szükség, akár egy ékszerértékesítési gyakorlatnál jobban kell figyelni ahhoz, hogy a mérkőzésen is ez menjen, hiszen a Győrbe is ugye az 57. percig egy gólon voltunk, az utolsó percekben csúszott ki a kezünkből a mérkőzés. Jobban kell figyelni, jobban koncentrálni, elsősorban ez a legnagyobb tanulsága. A vendégeknél nem az lesz a kérdés, hogy milyen szerkezetben és milyen taktikával lépnek pályára, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e annyi játékos, hogy meccselni tudjanak. Jelen pillanatban sajnos 2 ponttal az utolsó helyen szerénkedünk. Idegenben minden megszerzett pont még nehezebb. Sajnos azt tudom mondani, hogy a célunk csak a tisztes helytállás lehet. Nyilván mindent meg fogunk tenni, de ami minket sújt most jelen pillanatban, hogy rendelkezünk 2 játékengedéllyel rendelkező játékossal, akiknek ugye a NB1-es csapatban játszanak, és most mérkőzés ütközés lesz, és ugye ők nem állnak a rendelkezésünkre, illetve hát sajnos az utóbbi időben sérülések nem kerülték el a csapatot, több sérülten rendelkezünk, akik nem valószínű, hogy hétvégére fel tudnak épülni, illetve hát még további gondot jelent, hogy munkahelyi elfoglaltság temetés miatt is már jelezték játékosok, hogy nem tudnak eljönni. Úgyhogy erre mondják, hogy a szegény embert még az ág is húzza, mert ha teljes komplett csapattal ki tudunk állni, akkor esetleg lenne valami esélyünk Kozár Michelinben. Így azt gondolom, hogy a tisztes helytállásért fogunk küzdeni. És ha még azt is hozzátesszük, hogy az őszi mérkőzésen idegenben 10 góllal bizonyult jobbnak a KSE, akkor nem tévedünk sokat, ha azt mondjuk, hogy egy nagy arányú baranyai siker van kilátásban. Kozár Michelinese, Csurgói NKC, NB1-B-s női kézilabda mérkőzés, szombaton délután 14:30-tól a Kozár Michelini sportcsarnokban. Hajrá, Michelin!